is black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Jelentkezem ismételten a Misfits és a G2 elleni meccsek után. Ugye egy-egyel zártuk a hetet, a Misfits ellen győzelem, a G2 ellen vereség, és ezzel most a harmadik helyen állunk a tabellán 7-3-as összesítéssel. Most ugye a Misfits az akadémiai csapatával állt ki, és ezentúl azzal fognak kiállni. Hát maradjunk annyiban, hogy a fő csapatuknak nem nagyon ment az LEC-ben, és eléggé gyengélkedtek, és a managementnek teljesen elege lett a dolgokból. És úgy döntöttek, hogy leváltják az egész bagást, és az akadémiát fogják játszatni, akik ugye megnyerték a European Masters-t korábban, ami az akadémiai csapatoknak a legrangosabb ligája. Hát berakták őket az LSC-be, hát ha valami jó eredményt fognak produkálni, és be kell, hogy valljam, hogy tényleg nem rosszak. Mi is megszenvedtünk velük, egy 30-35 perces meccsünk lett velük. Nem voltak könnyű ellenfél. Sokat nem csináltak az early game-ben, de nagyon erős teamfight kompozíciót raktak össze, és lehetett látni, hogy megvan ez az összeszokottságok, amit így fél év alatt így összekovácsoltak. Lehet, hogy egy jó döntés volt számukról, hogy lecserélték a csapatot, és hosszú távon ez kifizetendő lesz. Ugye láttuk, hogy a Rogue-ot azt meg is verték szombaton, és alapból eléggé domináltak a pályát. A játék korai szakaszában, és átvettük a kontrollt, és onnantól kezdve nem nagyon adtunk nekik lehetőséget. Szép lassan vittük az objektíveket, aztán ott vétettünk egy elég nagy hibát a nasor körül, amikor elkezdtük a nasort, és nem nagyon beszéltünk arról, hogy mit akarunk ezzel a nasorral. Tehát, amint így beszéltünk arról, hogy rájuk akarunk fordulni, és meg akarunk harcolni velük, de ezt annyira erőltettük ezt a koncepciót, hogy olyan harcba mentünk bele, ami eléggé kedvezett számukra, és ezt a harcot nagyon könnyen is megnyerték, úgyhogy ha Humanoid nem kerítsi le a fightet utána 1v5-ben, akkor szerintem ott, hogyha Nashort elviszi a Misfits, akkor nagyon nehéz meccs elé nézhettünk volna, mert elég erős late game kompozíciójuk volt. Igazából amit így éreztem a Misfits Akadémiánál, hogy ők amiben erősíthetnének mindenképpen az a TP, mennyire látják az ellenfélnek a TP lehetőségeit. Tehát például TP előnyöm volt, és ennek ellenére is harcoltak velünk bot oldalon. Így a mi csapatunk terén szerintem ez egy jó meccs volt alapból. Egyedüli óriási hiba, amit csináltunk, ez ugye, amit említettem korábban, ez a nasor harc volt. Na de térjünk is ki a G2 elleni meccsre, ami gondolom mindenkit jobban érdekel, hogy ott mi történt. Szerintem a draft az rendkívül fontos, hogy meg legyen említve, mert a G2 ellen elég nehéz draftolni, főleg azért, mert nekik vannak koncepcióink, amik alapból igazak minden csapatra, kivéve a G2-re, mert ők olyan mesteri szinten játszanak bizonyos hősökkel, hogy nehéz kiszámítani, hogy hogyan fog alakulni a matchup. Például gondolok itt erre a Yasuo-Gragas matchupra, amit hoztak boton. Gyakorló meccseken, vagy bármilyen más csapat ellen szerintem ezzel semmilyen problémánk nem lett volna, hogy ezt a Yasuo-t ezt 0-3-ba berakjuk rögtön. 10 perc alatt, de G2 ellen ez nem nagyon jött össze, sőt, ők voltak azok, akik midet és botot is nyerték, miközben olyan matchupokat hoztunk, amiket úgy gondoltuk, hogy alapból győztesek számunkra, és igazából az early game az teljesen e körül alakult, mert én például a GP-t azért hoztam, mert tudtam, hogy a gyenge oldalon leszek, tehát a botlane meg a midlane matchup az túlságosan robbanékony ahhoz, hogy bármelyik csapat is top lane-re jöhessen. Úgy döntöttünk, hogy Gangplanket hozunk, ami zone control-t fog adni a csapatnak a későbbiek során. Ugye level 12-13 után nagyon erős leszek, és full engage kompozíciója volt az ellenfélnek, úgyhogy ha odafigyelünk ezekre a zónákra, és berelekkel és GP ultival jól játszunk, akkor simán meg lehet nyerni a harcokat. És ezt lehetett is látni, hogy a harcokat kezdtük nyerni, amint én erősödtem. És amint ilyen level 11-12 körül voltam, akkor már releváns tudtam lenni a teamfightokban is, és a körülöttem lévő teamfightok azok általában jól alakultak, és ezzel vissza is tudtunk jönni a meccsbe, úgyhogy 5000 arany hátrányunk volt az early game során, és ezt ledolgoztuk egy ilyen 1000 arany hátrányra. Na már most a probléma ott volt itt, hogy nem szereztünk kontrollt a jungle-ünkbe. Tehát én úgy éreztem, hogy a későbbi szakaszában már erősebbek voltunk teamfight során, mint a G2, és hogyha lassan játszunk a teamfightokat, hogyha nem engage-elünk be, hanem hagyjuk őket, hogy ők engage-elnek és visszafele kite-olunk,
akkor kb. Minden teamfightot megnyerünk, mert ugye említettem, hogy a gépi az nagyon jó a zone controlban. Úgyhogy ezt itt vissza lehetett volna szerezni a kontrollt, de szerintem csapatként ez egyik leggyengébb meccsünk volt. Itt nem voltunk ott 100%-osan, és emiatt nem is sikerült visszaszerezni a kontrollt, pedig szerintem alapból ez más csapatok ellen biztos, hogy összejött volna, még ha nem is vagyunk 100%-osak. De a G2-el nem lehet megengedni, hogy ne 100%-osan játsszál, mert nem hiába tartja őket mindenki Európa legjobb csapatának, vagy egy szuper csapatnak, mert rendkívül tehetségesek egyénileg, és nekik szinte a vérükben van a játék, ez automatikusan jön nekik most már. Nagyon jó döntéseket hoznak, nagyon gyorsan játszanak, és reagálni nehéz ezekre, hogyha nem vagy képben a játék során, hogy mi is történt. Az early game az egyáltalán nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Alapból más csapatok ellen ez jól ment volna, de a G2 ellen nem. Úgyhogy ezen kell javítanunk mindenképpen, mert hogyha early game-be hátrányba kerülsz úgy, hogy vannak győztes lényeid, és három vesztes lénnyel játszol igazából egy idő után, akkor játékot nem nagyon lehet játszani proaktívan, hanem csak reaktívan lehet játszani, reagálni kell, hogy mit csinál az ellenfél, és büntetni a hibáikat. De ez természetesen nem az optimális játék, és ez nem is a mi stílusunk. Akár jobban early game-es pikkeket hozni. Úgyhogy majd Schalke és a Vitality lesz a jövő héten. Ellenük ez nagyon fontos lesz, hogy early game-be előnybe kerülni, és onnantól snowballozni a meccset. Meglátjuk, hogy ezt a héten hogyan sikerül majd összehozni. Reméljük jó lesz. Köszönöm szépen, hogy néztétek, és további szép napot, szép estét kívánok. Sziasztok!